Sziasztok, itt vagyunk Aquincum vasútállomásnál, és a mai videóban tesztelni fogjuk a jegyvizsgáló nélküli vonatközlekedést itt a S76-os személyvonaton, hiszen nemrég reppent fel a hír, hogy a MÁV teszteli azt, hogy jegyvizsgálók nélkül közlekedteti a vonatokat, mi annyit jelent, hogy néha felbukkanhat egy-egy ellenőr, mint a BKK járatokon. Viszont Érdemben nem utazik ott jegyvizsgáló, és nem indítja el a vonatokat minden állomásról, ami több nehézséget is szül, és erről szeretnék most beszélni nektek. Az egyik ilyen például, hogy nem minden állomást vagy megállóhelyet tud belátni a motorkocsi vezető, és ez nehézségeket szül, és például ahhoz vezet, hogy múltkor is Újpalotára akartunk eljutni Lilivel, és hát majdnem 10 percet késett, most is jelenleg 7 perc késés szedett össze a vonat, úgyhogy hát szerencsétlenek nem tudnak mit kezdeni, mert például Vörösvár bánya is egy olyan évben található, ahonnan nem látja be a visszapillantó tükörből az összes ajtót, így biztonságosan nem mindig tud elindulni, és ez okozza egyrésztről a késést, hogy neki még erre is figyelnie kell, bár ugye erre is lenne megoldás, hiszen a hévnél is van megoldás, meg a metrónál is, hogy gyakorlatilag vagy egy olyan tükröt kirakni így a peron szélére, amiben ha belenéz, akkor belátja az összes ajtót, vagy a kamerarendszereket elhelyezni, és azokra rácsatlakoztatni egy monitorra, amely monitort a peron elején elhelyezhetnék, mint például itt a Aquincumnál, pont a hévállomásnál van ilyen, mert itt is ívben van a hév megálló, és pont, hogy belenéz a vezetőfülke melletti monitorra, ami itt van az állomáson, akkor pont belátja az összes ajtót. Úgyhogy elég nagy problémákat szül ez, de Ausztriában meg tudták oldani, a MÁV-hévnél meg tudták oldani, pedig az is a MÁV-nak egy leányvállalata, akkor itt miért nem tudják megoldani, ez egy röhely és egy vicc kérdése. Ráadásul nem elég, hogy késik, ugye gyakorlatilag az eredeti menetrendtől is eltértek, hiszen régebben mindig óra 22-kor meg 52-kor ment ugye a nyugati felé a Z72-es, ez pedig, már nem emlékszem, mikor ment a S76-os, de biztos nem óra 9-kor meg 39-kor, ahogy most teszi, és emiatt például egy-egy hívvel nem lehet elérni ezt a vonatot, úgyhogy előbbivel kell jönnötök, ami plusz 11 perc várakozást jelent, vagy eljöttök azzal, amivel kocra itt vagytok, és reménykedtek benne, hogy már megint késni fog. Ott most mondják be, hogy jegykalóz nélkül közlekednek, és hogy érvényesítsék a jegyüket, mert másképp nagyon nagy büntetésre lehet számítani, hogyha elkapnak valakit, és pont miközben ezt bemondja, pont beérkezik a Rákosi személyvonat, úgyhogy hát olyan sokat nem késett egyébként, úgyhogy a 122-es flörttel fogjuk csapatni, és meg fogjuk nézni ezt a gyakorlatban is, hogy néz ki az a történet. Én leginkább Újpesten fogjuk látni, ahol leszállunk. Na és kihaladunk szépen Aquincumtól, és egyébként csak Újpestig fogunk utazni, mert nem célom, hogy ilyen most Rákosig elmenjek, mert nincs ott dolgom. Viszont pont kapóra jött, mert megyek egy másik helyszínre, amit meg szeretnék nektek mutatni. Emiatt is választottam itt most a vonatot, mert akkor ezt egy-egybe le is tudjuk tesztelni. Egyébként hülyeség, mert van itt kalauz, tehát nem úgy, mint a BKK járatokon, csak a járművezető meg az utasok vannak. Van itt kalauz, csak a kalauz az vagy ül a széken, az ülésben, vagy éppen menetjegyeket ellenőriz, amikor úgy gondolja. Tehát biztonsági okokból van, hát gondolom Vörösvár bánya miatt kalauz nélkül közlekedik. De hogy ott ül a kalauz? Na, innen látszik, hogy Ferdi Tomáv kommunikációja. Ennyit erről. Ott ül a kalauz egyébként. És onnan fogom nektek megmutatni személyiségi jogok miatt. De ott ül. Úgyhogy te nem csinál semmit, csak gondolom felügyel, vagy én mondom, egy-egy ilyen kritikus állomáson, ahol nem látja be, és ugye még nem telepítették oda a tükröket, ott segít be maximum. Láthatjátok, senki nem indítja el a vonatot, hanem hangos bemondás van,
a külső meg belső mikrofonon, hogy fejezik be a beszállást, hogy indul a vonat. Úgyhogy így indítják a vonatot, de a kalauz ül a ülőhelyen, úgyhogy ő egyáltalán nem szól ebbe bele, hanem a visszapillantó tükör segítségével néz hátra a mozdonyvezető, ami egyébként Budapesten egy tök átlagos dolog, csak meg Ausztriában is, csak itt nálunk Magyarországon a MÁV vonalain olyan szokatlan, halad is kifelé szépen a flört, megy tovább Rákosra. Borzalmas, hogy milyen késéseket tud mostanában ezt csinálni, tehát szinte, hogy felesleges volt ezt a vonalat létrehozni. Ja, egyébként meg a előző videómhoz fűzném, aki nem figyelt a legelején, kérdezték tőlem, hogy hol tehát Újpesten ez az új közpark. Ja, ezen nektek itt állunk Újpest vasútállomáson, nem Rákospalota Újpest, hanem a sima Újpest vasútállomás, ami Újpest városkapu, és itt van mellette, az újpesti oldalon ez új közpark, úgyhogy azt veszem észre, hogy mostanában az emberek vagy nem figyelnek oda, hogy mit beszélek, és visszakérdeznek hülyeségeket, vagy nem tudom, vagy csak szándékosan csinálják. És jól láthatjuk, hogy Városkapu Parknak hívják, úgyhogy nagyon sokat nem kellett gondolkodni a névkitaláláson, úgyhogy innen is meg fogjátok tudni találni. Szerintem nem kell ahhoz nagy térképésznek lenni, hogy egy ilyen parkra rábukkanjatok. Szerintem elég csak a környéken járni, és egyből ki fogjátok szúrni a nagy zöld felületet. És ha már itt vagyunk Újpesten, akkor szerettem volna egy fontos dologról beszélni, ami lehet, hogy már késő, mert lezárult a társadalmi egyeztetés, ugyanis a BKK indította egy ilyet Káposztásmegyer közlekedésével kapcsolatban, és tudom, hogy nagyon sokatokat nem érint, mert nem Káposztásmegyeren vagy Újpesten laktok, vagy nem erre fele közlekedtek, viszont nekem fontos, és én ki is nyilvánítottam a véleményemet, mert egyébként hiába lakok Békésmegyeren, azért sűrűn átjárok Újpestre, Újpalotára, és például a 296-os busz szoktam ehhez használni, mert például minden hónapban, most őszintén megvallom, elmegyek a Ázsia Center felé, mert ott sokkal olcsóbban megveszek mindent, és ott szoktam intézni a nagy bevásárlást, ekkor szoktam igénybe venni a 296-os buszt, vagy ugye húgom is itt lakik Újpesten, és például itt Újpest és Káposztásmegyer között ott a, hogy mondjam, a családi házas övezetbe, és akkor is ezt az autóbuszjáratot használom. És ugye ez is érintett a kérdésben, ezért tartottam fontosnak, és gondoltam, hogy akkor az ábrákat elhozom nektek, és be fogom itt vágni a videó alatt, hiszen fontos, hogy erről beszéljek egy pár szót. Tényleg megpróbálom nagyon röviden nem elhúzni a videót ezzel. Mutatom is, ugye többféle vonalhálózati átalakítás feltűnt. Az első, az például Káposztásmegyer könnyebb elérése Újpest központ felől. Itt az első változatban a 147-es autóbusz helyett a jelenlegi útvonalon egy betétjáratot vezetnének be, a 147-es busz pedig tovább vezetnék gyakorlatilag Káposztásmegyerre, amit én nem tartok annyira szuper ötletnek, hiszen azon a kertesházas övezetben minek még egy betétjáratot is létrehozni. Talán még a sima 147-es továbbvezetése Káposztásmegyerre az ideális lehet, de fölöslegesnek tartom egy betétjárat bevezetését. Ami nekem sokkal jobban tetszett terv, és én emellett voksoltam, és ezzel kapcsolatban nyilvánítottam véleményt, a 196-os autóbusz továbbvezetése, hogy ne Újpest-Fóti úton ott a nagy semmiben legyen, hiszen ott tényleg nincsen akkora utasforgalom a végállomás, hanem közlekedjen tovább a Megyeri úton, és a Megyeri úton tovább haladva gyakorlatilag Káposztásmegyer Szilaspataknál legyen a végállomás. Én ezt egy nagyon jó ötletnek tartottam, főleg, hogy csuklós buszok járnak, így elérhető jobban akár nem csak Újpest központ is, illetve nem csak a 20-as E-vel lehet, ami egyébként szinte, hogy nem is érinti a M3-as metróvonalat, pont, hogy elkerüli. Tehát nem csak azzal lehet közlekedni, hogy a lassú 30-as buszokkal, hanem a 196-os buszokkal könnyebben el lehet érni Újpest városkapunál a M3-as metrót a Káposztásmegyerieknek, ha már ugye a 40 éves ígéret nem valósult meg, és nem került ki oda az M3-as metró idáig. És az utóbbi két javaslatot is szeretném azért kivesézni nagyon gyorsan. Gyakorlatilag itt felmerült a 121-es autóbusznak a továbbvezetése, hogy ne Rákospalota vasútállomásnál legyen, hanem innen Újpest
városkaputól, itt a kertes házak között, a Elem utca meg a többi től el lehessen jutni Káposztásmegyerig. Én ezt egyébként támogatom, de nem a 296-os busznak a kiváltásával, hanem gyakorlatilag amellett akár lehetne tovább vezetni, nem a Sporttelep utcán, meg nem az Iglói utcán, hanem lehetne tovább vezetni a 14-es villamosvonal mellett, így egy másik alternatívát is nyújtana ez az autóbuszjárat. Bár kérdéses, hogy a 14-es villamossal párhuzamosan ez mennyire lenne hasznos. Azt viszont egyáltalán nem támogatom, hogy a 296-os autóbuszt kitereljék onnan az Iglói utca, meg a Sporttelep utcából, hiszen rengeteg megállót érintott az autóbusz, ezért jó nagy utas veszteség lenne ezzel. Azt viszont jobban támogatom, hogy a Szilas-pataki végállomásra való betérését azt kivegyék, és a művelődési központnál elforduljon már egyből a gimnázium felé, és akkor ott a Farkas erdő mellett folytathassa a jelenlegi útvonalát is, illetve ugye azt is jó ötletnek tartom, hogy akkor az aljárat ne csak Szilas-patakig, hanem Magyaródi patakig járjon. Így gyakorlatilag a 126-os A autóbusz meg lehetne szüntetni, és a 126-os busz csak az Osan nyitvatartás idejébe közlekedtetni. Szerintem tök felesleges egy 126-os A, olyankor lehetne a 296 A buszt használni, így jóval sűrűbb követés jelentkezne, illetve ugye ez a 296-os A közlekedhetne akkor, amikor a 126 A így hétvégén meg ünnepnapokon, amikor ugye nincs nyitva az Osan, hétvégén nyitva van, csak úgy értem, hogy a nyitvatartás időn kívül. Szóval én ezt támogatom, vagy akár a 126-os busz helyett a 121-es tovább vezetni, és akkor így Újpest városkaputól egészen a Dunakeszi Osanig lehetne közlekedtetni ezt az autóbusz viszonylatot, hiszen tök felesleges ennyi árat szerintem egy helyen. Viszont a 296-os autóbuszt, mondom, csak a Szilas-pataktól vezetném ki, a többit nem tartom értelmesnek. Viszont ez a társadalmi egyeztetés már lezárult, úgyhogy már nem tudtok sajnos javaslatot tenni, aki lecsúszott volna róla. Én nagyon remélem, hogy ha az eredményeket összesítik, akkor nagyon sokan, akik kitöltötték, egy észszerű döntést hoztak, és tényleg úgy fog fejlődni itt a közlekedés Újpest-Káposztásmegyer, illetve Békásmegyer térségében, hogy mi szeretnénk. Úgyhogy ennyit erről, menjünk tovább, mert van még egy izgalmas témánk, ehhez viszont igénybe kell vennünk az M3-as metrót, hiszen megyünk Délpest irányába. És itt vagyunk a Népligetnél, ezért jöttem el idáig, hogy megmutassam nektek azt, amin én is meglepődtem, hiszen múltkor errefele jártam valami miatt, és észrevettem, hogy a 83-as trolik most már itt állnak meg az autóbusz végállomáson, és nem pedig ott az Üllői úton, úgyhogy végre bekerültek ide erre a végállomásra, így sokkal jobb a troli vezetőknek is, hiszen el tudnak menni kényelmesen a tartózkodóba, és meg tudják tartani a kávészünetüket, úgyhogy sokkal több idejük adódik erre, bár most állt be nemrég a 83-as troli, és nem láttam, egy szegény vezető le tudott volna szállni, beugrani oda. Úgyhogy az a lényeg, hogy most már innen sokkal értelmesebb felszállni erre a buszvégállomástól, és nem kell az Üllői úton keresgélni a metróról, vagy a távolsági autóbuszról leszállva, hogy hol van a megállóhely. Úgyhogy ez egyébként november óta van így, úgyhogy ezt láttam így a VKK futárban, hiszen ott felhívták a figyelmet, hogy figyelem, változás, és akkor odaírták, hogy az Üllői úton már nem áll meg ez a trolibusz, hanem erről a végállomásról indulnak, és a körúton áll meg, most már ott lehet felszállni rá. Úgyhogy jó ilyen dolgokat néha felfedezni, és egyébként pont én is erre vártam, hogy végre bekerüljön. Ami egyébként azért nem furcsa, hiszen korábban is volt itt troli végállomás, csak ugye megszüntették, ezt nagyon jól megmutatja a felsővezeték tartó oszlopok, amik végig itt el vannak helyezve. Tehát igazából nem most találták fel a spanyol viaszt, hanem visszavezették azt, amit annó megszüntettek, csak ugye felsővezeték nem került ide, pedig szerintem olcsó lenne a munkavezetéket kihúzni. Legalábbis olyan szempontból lenne olcsóbb, hogy gyakorlatilag a felsővezeték tartó oszlopot már nem kell megvásárolni, hiszen azok még a mai napig itt állnak. Csak a munkavezetéket, meg ugye az energia betápláláshoz szükséges drótokat, vagy nem tudom, nem értek hozzá a műszaki részéhez, azokkal kéne már csak foglalkozni, és a felsővezeték tartó oszlopon már tudnának spórolni,
Már ugye ennek se ártan egy kis felújítás, akár egy újrafestés, vagy bármi. De hát látjátok, hogy mostanában az a baj, hogy minden troli felújítás, vagy minden troli meghosszabbítás, fejlesztés ez már ezekkel az akkumulátoros trolibuszokkal történik, és egyébként már szinte csak ezek fedezhetőek fel Budapest utcáin. GVM-ből is csak egy darab van, vagyis kettő darab volt forgalomba ma reggel, a 239-es, ami elment időközben garázsba, illetve a 260-as pályaszámú. El is akartam kapni, csak nem úgy jött ki az idő, hogy lett volna erre rá lehetőségem, úgyhogy az elkövetkezendő napokban vagy hetekben megpróbálom ezt pótolni nektek, bár rengeteg felvételem van róla, de azért mégis dokumentálni miatt végleg eltűnnek, hiszen most felreppent a hír, hogy újabb ilyen elektromos és akkumulátoros trolik fognak érkezni, és rejtély, hogy miért érkezik ilyen sok, hiszen a meglévő vonalakat már teljes mértékben lefedik 98%-ban, úgyhogy valószínűleg új trolibusz vonalakat fognak felavatni. Ennyi is lett volna már ez a videó, így is nagyon hosszú lett, több mint negyed órás, úgyhogy innen meg szeretném köszönni a figyelmet, és hogy velem tartottatok, érkezünk még érdekes tartalmakkal. Holnap ugyanilyen rossz, esős, szeles idő várható, de ha kisüt a nap, akkor fogunk majd kirándulni, és jönnek majd az agglomerációs tartalmak, illetve a budapesti videók is, úgyhogy tartsatok velem legközelebb, és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Írjátok meg a véleményeteket így a Káposztásmegyeri átalakítással, a trolinak ideterelésével, vagy akár a kalauz nélküli vonat közlekedéssel kapcsolatban. Várom ezeket, és találkozunk legközelebb is. Addig is legyetek jók! Sziasztok!